És a helyi értékek után most nemzeti értékkel foglalkozunk, így haladunk tovább, mégpedig pontosan Kárpát-medence őshonos gyümölcsfajtáiról lesz szó. Erről nagyon sok anyag olvasható az interneten, én is ott találkoztam vele. Az internetes íradások szerint Kárpát-medencében már 100-nál több ilyen tündérkert létezik, hozzánk legközelebb Gyulán, ez nem is olyan messze van. És mikor ezt a mai alkalmat én terveztem, akkor nyilván legelőször polgármester úrral egyeztettem, és tehát úgy tűnik, hogy ha mi ladányok akarunk egy tündérkertet, annak különösebb akadálya szerintem nem lehet. Polgármester úr megígérte, hogy az önkormányzat tud adni hozzá telket helyet. Kérem, hogy ebből a szempontból is hallgassák figyelemmel Szarvas József művész úrnak az előadását. Tudtom, ma az ő tanyáján alakult meg az első tündérkert, de erről beszéljen. Kezdjük egy sokra, olyan napot kívánok! Kicsit messzebbről kell kezdeni, mint azzal, hogy ebben a pillanatban Kárpát-medencében valóban közel vagy több mint 100 tündérkert található, mely tündérkertekben mentjük Kárpát-medence végtelen fajta gazdagságú gyümölcs hagyaték. De, és elhangzott az is, hogy 2009-ben nem az én portámon, nem az én udvaromban, hanem az Őrségi Viszákon, egy önkormányzat által adományozott telken valósult meg az első ilyen tündérke. De a dolog nem itt kezdődött. A dolog úgy kezdődött, hogy én 2000 környékén vásároltam, 2000 előtt egy-két esztendővel, vásároltam Budapesttől 260 kilométerre magam számára egy nyaralót. Ennél nagyobb maraság a világon nincs. Oda-vissza 520. És azon még végképp nem gondoltam végig, hogy amikor megvettem a portát, ahhoz tartozott 1600 négyzetméter. Fű. Akkor tájt még, ma is, nagyon sokat dolgoztam. És éveken keresztül tulajdonképpen azért jártam az Őrségbe Viszákra, lenyírjam a füvet. Lenyírtam be az autóba vissza, oda-vissza 520 km. Még nem egyszer a szomszédom, Bungó Robi barátom átjött, valamint ő ezt megunt ezt a látványt, azt mondta nekem, hogy na művész úr, mostantól kezdve, amíg én vagyok a szomszédja, én fogom nyírni a füvét. Mondtam neki, hogy hát én addig mit csinálok? Azt mondja, hogy engem az nem érdekel. És akkor így is volt úgy, hogy lementem Viszákra, reggel fölkeltem, kiültem kávéhez a nagy fűbe az udvarra, a barátom jött át, körbenyírt, nem is köszönt. Lenyírt az egész füvet, én ott ültem, aztán végeztem, bementem a házba, ő ezt végezte. Ezt lenyírta és végzett. Na de akkor mi a dolgom nekem? És elkezdtem körülnézni, hogy de hol is vagyok én valójában. Budapesttől 260 kilométerben, egy fogyófaluban. Egy ma 270-280 környéki fogyó kis községben, ahol a kultúránknak, a közösség kultúrájának minden cseppje, minden epizódja roncsolt. A közösség roncsolt, az iskolánk fogyóban már, azt hiszem, hogy talán 80 vannak osztatlan iskolában, a mi faluban. A posta már megszűnt. És akkor arra gondoltam, hogy belenéztem a falunapnak a kulturális kínálatába. Elborzasztott, hogy mi az, amit kultúraként fogyasztanak a falusiak. Illetve napi 1 millió, 1,5 millió forintért kapnak az államtól lehetőségként, és elborzasztott az, hogy mit láttam én ott. És akkor fölkínáltam akkori polgármesternek, hogy a barátaimmal falunapkor föllépünk. És akkor fölléptünk. És mondtuk verseket, daloltunk, tréfák voltak. Szóval nagyon kellemes estet csináltuk, hoztunk létre. Ráczkevei Anna, Horváth Lajos Otto, Rudolf Péter, Nagy Kálózi Eszter,
én, Rátóti Zoltán barátom, igazán mondom, egy nagyon nívós est volt. Legyek mások a kocsmában. Ott volt a polgármester úr, és mondom, hogy na Guszti, milyen volt? Azt mondja, hogy elnézést kérek mindenkit, azt mondja, faszom úgy Józsi, az a faszom. Azt mondja, tényleg figyelj már, nem lehetne jövőre elhívni a Bajor Imrét. És mondom, figyelj, de el lehet hívni a Bajor Imrét, mert egy nagyon tréfás ember. Isten nyugtassa barátunkat. De hogy igazából nem erre van szükség. Ráadásul úgy, hogy láttam, hogy a közösség semmilyen hagyaték, hagyomány, gondolat környékén már nem aktív. És akkor én közben azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek én a portámon lévő, nagy, rám dőlni készülő pajtával. Éveken át. Kaszás Attila barátom, aki egy felvidéki színész kollégánk, sajnos ő sincs már közöttünk. A felvidéki Zsigárdon, akkor tájt már, 2002-2003 környékén már, a nagyapai örökségét átadta a közösségnek, hogy abból közösségi házat építsen. És ő ezt szépen építgette. És akkor én... erről elkezdtünk beszélgetni, és elkezdtem azon tűnődni, hogy mi lenne, ha az én portámon lévő pajtát átépíteném, abból lenne mondjuk egy olyan közösségi tér, amelyben esetleg olyasmiket is tudnék megfogalmazni, amit én kultúrának, közösséget erősítő kultúrának képzelek el. Attila barátom befejezte a munkáját 2007-ben. Én pedig vele erről, hogy én mit csinálnék, ha megépíteném, addig csak beszélgettem. Beszélgettünk. Elkezdtünk ötletelni, egyeztetni, hogy mi lenne, hogyha létrehoznánk valamilyen fajta határon átívelő kulturális kapcsolatot. Egyáltalán akkor kezdtem, mert én magam azzal foglalkozom, azzal a gondolattal, hogy de hiszen a kultúrák attól is roncsolt, hogy nem azt mondjuk, hogy Felvidék, hanem azt mondjuk, hogy Csehszlovákia. Ma nem azt mondjuk, hogy felvidéki, azt mondjuk, hogy szlovákiai. Nem azt mondjuk, hogy erdély, azt mondjuk, hogy román. Tehát a kultúrák, most ugye most éppen ebben a Trianonról beszélek, a kultúrák így is roncsolódott. Attilával beszélgettünk erről, egyeztettünk, hogy mi mindent lehetne ebből csinálni, onnan, ide, innen, oda. Ő elkészült a művel, Zsigárdon állt, álma is a közösségi ház, és ő 2007-ben elment. És én ott álltam egy szellemi hagyatékkal, egy örökséggel. Pontosabban egy ígérvénnyel. Két férfi valamiről beszélgetett. Vagy megcsinálom, vagy elengedem azt a sok-sok, tehát 2007, közel 7 éves gondolatokat összerakó 7 évet vagy elengedek, vagy felépítem. Hát felépült. Megcsináltam, 2007-ben felépítettem a Fajta Színházis Galériát, ami azóta is működik. És hát szenzációs, az én, szerintem szenzációs ajánlatokkal köszöntem be a közösségembe, és őket ez egyáltalán nem érdekelte. És azt kell mondanom, hogy ma sem érdekel. Volt ott nálunk Nyíregyházon a Cantemus énekegyüttes. Idén Hobó, Jordán Tamásnak volt önálló estje, koncertek, kiállítások, színházi előadások. 3-4-5 embert érdekelt, 3-4-5 embert érdekel ma is, megjegyzem, hogy fogyó 270 főről van szó, nem is olyan rossz arány ez egyébként. De valójában nem töltötte be a funkcióját. Azt gondoltam, hogy végül is ezzel nekem nem sikerült hozzászólnom a közösségem. És most visszalépnék 2002-re. 2002-ben ismerkedtem meg Porszombaton, a Göcsei Porszombaton, Zala megyében, egy férfival, bizonyos Kovács Gyulával. Aki akkor a falu határában, Medes dombján, a Göcsei elpusztult falak emlékére állítatott egy hatalmas, 24 méter magas tölgyfa keresztet.
És annak a fölszentelésére invitált engem a Gyula barátom, Rátóri Zoli barátom, mond keresztül. Én oda elmentem, elmondtam egy verset, és akkor hallottam életemben először tőle, éppen készültem beszállni az autóba, hát hogy el kell menteni Kárpát-medence végtelen a fajta gazdagságú gyümölcs hagyatékát, mert pusztul. Gondoltam magamban, mentsd el! Dolgok, mi közöm nekem el? Én ezt nem is értettem, miről beszél. De aztán ő egy nagyon szorgalmas ember, nagyon kultúrált és odaadó historikus. Évről évre újra és újra különböző rendezvényeket szervezett oda Porszombatra, ahová engem mindig meghívott, ha ráértem, hogy menjek el. Én persze mindig elmentem, és soha nem hagyta ki, hogy el kell menteni Kárpát-medence végtelen fajta gazdagságú gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal, mert pusztulnak. Pusztulnak a közösségeink, a kultúránk, és pusztulnak a növényi kultúránk is. Egyszer egy festőművész barátomnak, Tenk László barátomnak mondtam, hogy te ide figyelj. Én valahányszor találkoztam a Kovács Gyulával, ő nekem mindig azt mondta, hogy el kell menteni Kárpát-medence végtelen fajta gazdagságú gyümölcshagyatékát. Mire a Laci? Ne tévedj! Kovács Gyula mindenkinek ezt mondja, csak nálad beakadt. Mert egyszer csak meghallottam. Vagyis, hogy megértettem, sőt, meg is megláttam. Hogy tudnék abban a faluban, ahol az én kis parasztházam van, vagy portám van, vagy házam van, abban a közösségben, abban a faluban vannak őshonos oltott gyümölcsfák. Ott minden portának megvan a saját gyümölcs hagyatéka. Igen, de megláttam sok más mellett egyrészt azt, még korábban, hogy ha fogy a falu, humán tartalma, lakossága, akkor nő az eladhatatlan házak száma. Vagyis én 2000 környékén vettem egy eladhatatlan házat. Én azt mondtam, hogy eladni soha többé. Aki nekem eladta, örült, hogy végre jött egy hülye pesti, aztán megvette. Úgy kell neki. De ahogy fogynak a lakosok, úgy gyarapszik az elhagyott porták száma, az öreg fák úgy pusztulnak el. Illetve jön egy hülye pesti, megvásárolja, az első dolga az, az öreg göcsörtös fákat kivágja, és ültet belé egy örökzöldet. És ott vettem észre, ott láttam meg azt, hogy hát itt van egy olyan hagyatéka a közösségemnek, amelyel szándékkal nem bánik. Meghallottam és megértettem Kovács Gyulának a mondatát. 2003 környék. És elhatároztam, hogy létrehozunk egy kertet Viszákon, akárhogyan is lesz. Hát amikor én bejelentkeztem a gondolattal, voltam én minden csak tekintetes úrnő. Hogy jössz te Pesti, jössz te a mindenféle gondolataiddal, ötleteiddel, akkor még a pajta még nem volt meg. Csak már készülőben volt. Hogy te mindig mindent jobban tudsz nálunk. Itt vannak gyümölcsfák, miért azt megmenteni? Ott van, kell, a faluban néz körül. De mondom, fogy! Nem értették meg. Egyszer fölhívtam a polgármester barátomat, aki már egy másik polgármester volt. Hogy te Jóska, és elmondtam neki, hogy mire gondolok. Agilis ember révén, valahogy megértette, hogy ez egy fontos dolog. Azt mondta, hogy rendben van, keres hozzá egy kertet. Jó. Egyszer hívom, hogy egy területet. Egyszer hívom, hogy Jóska, megvan! Szóval hol? Van a temetőnél. Azt mondja, a temetőnek háttal állsz? Mondom, igen. Azt mondja, ez nem jó. Mondom, miért nem jó? Azt mondja, a fele az önkormányzati, a másik fele pedig ilyen sparcella, ilyen magára. Mondom, vedd meg! Azt mondja, te hülye vagy. Ebben maradt. Másra fölé jót, azt mondja, hogy megvettem. Megvan a kert. Tanítóra beszélgettünk róla, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot megcsinálni. Tudni, hogy Kovács Gyula barátom azt örökül hagyta, hogy segít
hiszen ő már 30 esztendeje menti, gyűjti Kárpát-medence végtelen fajtagazdaságú gyümölcshagyatékát úgy, hogy az ő magánkertjében, vagy magángénbankjában közel 3000 féle gyümölcsfa van elmentve. 3000 féle gyümölcsfa névvel, gasztronómiai leírással, históriai leírással, 3000 féle. 4-500 féle alma, 4-500 féle körte, és nem tudom hány féle szilva, és mindenféle. Tehát a gondolat tényleg végtelen fajta gazdagság. És ha belegondolok abba, ezt a végtelen fajta gazdagságot nem a tudomány hozta létre, nem a nagy gazdagság, hanem ezt a paraszt emberek, saját maguk, a kis saját portájukat, a falvak. És ha bemegyünk meg Hajdú-Bihar megyébe, azt látjuk, hogy ez már nincs. Az már, ott már semmi nincs, ami őshonos. És az őshonos gyümölcs hagyaték vesztéssel mennyi minden őshonos tevékenység, a kultúrának mennyi szeletéje pusztult el. Tehát ebben a pillanatban a visszatanulásnak a fázisában kell legyünk. És én is abban lettem, amikor Gyulát megértettem, és azt mondta, hogy akkor segít elmenteni, ha minden gyümölcsfa mellé gondnokot állít, illetve annyi oltott, maga által eloltott gyümölcsfát küld viszákra, ahány fa mellé gondnokot tudok állítani. Nem mondom, ez igen. Remek. Hát mondom, van a Jóska, a polgármester, van a kert. Az már megvan, van a Jóska, a polgármester, a tanító úr, én. Hát induljunk el 3 fával, jó lesz az. És mondom ezt a gondot, hogy ugye a tanító úrnak, hogy te figyelj, ezt a kit? Hát azt mondja, senki nem fog érdekelni. Majd másnap följött, azt mondja, hogy te Jóska, mi lenne, hogyha minden gyümölcsfa mellé gyermekgondokat állítanak. Vagyis mentsünk el, minden gyümölcsfa mellé állítsuk viszák, illetve viszákról elszármazott gyermekgondokat. Mondom, lenne. Ez kitűnő. Kapott a Zoli barátom egy leírás rajta, tehát van hány száz féle gyümölcs, na mondom, kezdjél vele valamit, drukkoltunk neki nagyon. Aztán mi arra gondoltam, hogy a tapasztalást alapul véve, hogy kell legyen neki valami neve. Nem elég az, hogy kert, nem elég az, hogy gyümölcs. Kell legyen valami hívószó, és egyszer nekem bevillant azt, hogy mi lenne, ha a tündérkertnek hívó. Volt egy fiatal lány, ma is fiatal, bár már nem lány, aki valamitől, ma sem értem, a legádázabb ellenfele volt ennek a gondolatnak. Hogy csináljunk valami olyas valamit, ami fontos és erős. Ez érdekes lenne egyébként megvizsgálni, hogy vajon mi motiválja pszichológiailag az, hogy egy fiatal ember álljon ellen az új megerősödésnek. Most azért volt ő veszélyes rá a gondolatra, mert akkor éppen a helyi futballcsapatnak a középpályás, a gólvágó középpályásának volt a kedvese. Vagyis, hogyha ő ellenzi, akkor az egész futballcsapat ellenzi. És így is volt. És amikor a tündérkert gondolata neked bevillant, nem mondom, letesztelem. Éppen mentem az őrségbe, nem mondom, letesztelem. Fölhívtam őt. És mondom, figyelj ide, bizonyára hallottad, hogy júliusban, kőaszályos július közepén telepítettük a kertünket. De ilyen. Kőaszályos, agyagos földbe felepült az első tündérkert viszályon. Felhívtam őt, és mondtam neki, figyelj ide, bizonyára hallottad már, hogy viszályon júliusban tündérkertet telepítünk. Mire jó a telefon? Ne, tényleg, viszályon tündérkert. Meg. A hívószó, a néplélek, a költészet. Na most én azt mondtam önöknek, hogy
hogy a fajta színház látogatottsága olyan, amilyen 3, 4, 5, 6, 7, 8. 52 gondnok jelentkezett az indulásra. 52 gond. És amikor mentünk a tündérket avatására, akkor egyszerre nem hittem a szemem. Megrendítő volt, hogy a visszáki tündérkert 52 gyümölcsfája mellett ott állt 52 család. Tehát azonnal abban a pillanatban elfoglalták és belakták a gondolatot. És megértettem, megéreztem, meg is értettem, hogy ők sokkal jobban tudják, hogy én miről beszélek, mint én. Ők sokkal jobban tudják. Pontosabban érzik, de szándékkal már nem teszik. És ekkor hát ez a pillanat megrendítő volt. És ez a fölállás, hogy mentjük, gyűjtjük a gyümölcshagyatékot úgy, hogy minden gyümölcsfának viszáki, illetve viszákról elszármazott gyermekgondoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. Ma 83-84 gyümölcsfánál tart. És ezzel a közösségünk kapott, nyert egy új ünnepet. Minden esztendőben van egy gondnokavató ünnep. Engem foglalkoztat ma is, hogy hogyan van az, hogy tündérkert, költői kert. Hogyan van az, hogy kert, közösség. Egyrészt a fa, gyümölcsfa közösségének a gyarapítása, de azzal együtt a saját humán közösségünknek a gyarapítása is, kulturális értelemben. És nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy a kultúránk fogalmát kell újra definiálnunk, hogy mit értünk az alatt, hogy kultúra. Hogy mi az, amikor azt mondom, hogy roncsolódik a kultúránk, mit veszítünk el azzal, hogyha nem mentjük szándék mentén, ha nem vagyunk hajlandóak, én nem vagyok hajlandó a kultúrámat bármilyen szinten tovább visszatanulni. És itt nem csak a gyümölcsfákra gondolok, hanem gondolok az állattartásra, gondolok a növénytermesztésre, egyéb dolgaira, gondolok a gombáikra, gondolok a mézre, gondolok a gyógynövényekre. Hogy annak idején minden faluban volt valaki, aki a környékben az összes gyógynövényét tudta. Ma már senki. Akkor biztos volt egy ember a faluban, aki tudta, aki minden gombát ismert. Ma már nincs ilyen a faluban, pedig van gomba. Akkor még mindenki tudott gyümölcsfát oltani, ma már senki. Ez persze még az. Ahol még van hagyaték, majd a gyümölcsfa, van nem. Ott azért tudnak. De máshol, ahol már kipusztultak a gyümölcsfák, már ezt sem tudják. És akkor nem is tudjuk azt sem, hogy mi a különbség a gyümölcstermesztés és a gyümölcsészet között. Nem látjuk az összefüggésre, mi az a népdalainkban, a verseinkben, a táncainkban, amikor a gyümölcs, az ág, a kert, a közösség, hogy ennek a megéneklése, a verselése és annak az élvezete, és a közösség teremtő ereje. Tehát ezek a gondolatok mind foglalkoztatnak engem akkor, amikor továbbra is azzal foglalkozom, hogy hogyan tudjuk a mi kertünket költői kerté tenni. Megismerkedtem egy építész barátommal, bizonyos Cserus Lőrince, aki a Kóskároly Egyesülésnek, amit a Makovec Imre hozott létre, annak van egy leágazás, vándoriskola leágazás, amit szintén Makovec Imre hívott életre, és őket egyszer meginvitáltam visszákkal, hogy építsenek oda, tündér kertbe valamit. Ott valami megépült, aztán a következő évben egy hidat építettek, idén elkezdjük egy kemencekápolnát építeni, egy kemenceházat építeni, az őre befejezzük, és közben egyrészt van a kertnek az arculatépítése, és közben a kert, a gyümölcs, a tündér kertnek köszönhetően elindult a falu arculatának az újjá fogalmazása. Hogy mi mindenre kész és képes a gyümölcsfa, mint zseni. Hogy mi mindenre készített például engem, hogy én most ide utaztam örökökre, és erről beszélek, ami ez nekem tizenvalány éve ezelőtt, és semmi közöm nem volt. Csak hát beakadt. Megjegyzem, hogy 2009-ben hoztuk létre az első kertünket, és idén kétségkívül
az én személyemhez kötődően, már kaptunk érte egy magyar aranyértem keresztet. Tehát a Viszáki Dündérkertből végigfutott 100 kertbe Kárpát-medencébe, és akkor valakinek már az is föltűnt, hogy ez valami nagyon komoly ügy. Olyannyira, hogy meggyőződésem, hogyha ezt a kert Magyarország gondolatát végig tudjuk futtatni, akkor ez egy kulturális értelemben mindenképpen feltétlenül a legnemesebb nemzetépítő gondolat. Ma több mint 100 tündérkertből már sok-sok kert van, például óvodákban, iskolákban. Idén tavasszal Budapesten felavattuk az első budapesti tündérkertet, a bűnös városban. Aztán jövőre úgy néz ki, hogy sikerül, hogy óvodán megjelenjenek a gondolatok egy óvodában. És akkor visszaviszük az óvodába magát a gondolatot, akkor elmondom ennek a beltartalmát, hogy Kovács Gyula barátom összegyűjtötte Benedek Eleknek a saját gyümölcs hagyatéka. Neki is volt egy nagyon komoly hagyatéka, hogy Gyula barátunk ezt elmentette. Én ezt megjegyeztem. És amikor lehetőség kínálkozik arra, hogy Óbudán, a Bécsi úton egy óvodában egy tündérkertet hozott létre, akkor eszembe villant, hogy mi lenne, hogyha Benedek Elek gyümölcsfáit mentenénk be a kertbe, egy óvodába, és elővennénk a verseiket. És közben azt is tudom, hogy van egy fiatalember, egy csapat, egy képzőművész csapat, grafikusok, akik azzal foglalkoznak, hogy régi magyar népmesékből kivesznek figurákat, eseményeket, és azokból játszótereket, közösségi tereket hoznak létre. És őket beemelni ebbe a projektbe, így hívják, ebbe a munkába, és akkor Benedek Elek a mesék, a költészet, a gyümölcsészet, a képzőművészet, az építészet, egyben ott van. Úgy, és most mondok még egy zseniális dolgot, egy fillér nem mozdult meg. Úgy futott végig Kárpát-medencére 100 tündérkert megszületése, hogy egy fillér nem mozdult benne. Meggyőződésem, hogyha ebben a gondolatban, a dündérkert gondolatában, az őshonos gyümölcsészetnek a visszatanulása, a visszanyerésének gondolatában, ha pénzt teszünk bele, abban a pillanatban elromlott. Ez feltétlenül csak és kizárólag belső szándéka, belső meggyőződéssel szabad csak végigfuttatni, humán érdeklődésből közösség erősítő szándéka. Pénzt betenni nem szabad. Ez nem azt jelenti, hogy ha majd később, ha csak elképzeljük, hogy mondjuk olyan tizenvalahány év múlva, ezek a gyümölcsfák, amelyeket nem kell metszeni. Kovács Gyulától megkérdeztem egyszer, Gyula, de miért nem kell metszeni? Mire ő? Hát akkor mindig metszeni kell. Ha egyszer megmetszed, akkor mindig metszeni kell. Kettő, nem kell permetezni. Egyáltalán nem kell permetezni. És ezek a gyümölcsfák 5-10 év múlva, ezek teremni fognak. Ezek teremni fognak. Azt mondja Gyula, hogy az első világháborúban is voltak olyan göcsei falvak, amely éhínség időben nem halt éhen, mert gyümölcs az volt. Ott, ahol gyümölcs, a saját gyümölcs, magam által megtermelt színes, gazdag gyümölcs hagyaték, ott nagyon nagy baj nem történt. Tehát én azt gondolom, hogy a dolognak a költői végigfuttatása, pénz nem szabad, de késő viszont csodálatos energiaforrás a gyümölcs hagyaték. Sőt, még úgy is, hogy arra is látok lehetőséget, hogy gyümölcs feldolgozó pontokat létrehozni, ahol ezekből a gyümölcsökből egészséges gyümölcsitalokat lehet majd készíteni és gyártani. Megjegyzem, Gyula barátom múlt héten hívott, hogy régen nem voltál nálam, Jóska, gyere, mert már kifőztem a 106. féle körtepálinkát. 106 féle körtepálinkát, de úgy, hogy mindnek megvan a neve. Ilyen körte, tudom tőle, hogy olyan gyümölcs, hogy körte, olyan nincs. Milyen körte? Milyen neve? Milyen neve? Olyan alma, olyan nincs. Hanem milyen neve? Neve? 400-500 féle alma.
végtelen szívességes. Ha már pálinka, én Medesi kör tagja vagyok, Gyulának, ami azt jelenti, hogy egyszerre 17 féle pálinkát kóstoltunk végig. 17 féle. Volt az több is. És a Gyula mindig szoktam mondani, hogy nagyon büszke arra, hogy tőle soha senki, kóstoláskor soha senki, még csak spiccesen se ment ki a pincéjét. De mondom, Gyula, az azért a múlkorában János barátunk azért részegen ment ki a pincéből, mire ő ez igaz. De ő úgy is jött. És közben azt is látom, tudom, tapasztalom nála, és most már nálam is a Pajtaszínházban, vagy a Tündérkertben, vagy a Kemencekápol a környékén, ahol már szerveződik a közösség maga, magát már elkezdte szervezni, mert rájöttek arra, hogy egy kemencét építenek, egy közösségi kemencét, az egy valakinek kell, vagy kettőnek kell tudni fűteni. Bárki oda megyünk, aztán össze-vissza fűtő, az, de egy kemence egyet tud, az minden kemence tudja az, hogy mitől fogja majd azt tenni, amit tőle elvárunk és kérünk. És már szerveződik egy közösség köré. Tehát, hogy tudom, hogy mindeközben, ha pálinkát kóstolunk is, akkor ha elkezdünk róla beszélgetni, akkor elkezdünk tudni visszabontani a kultúrákat, a gyümölcsnek a históriáját. Tudjuk azt, hogy mely vidékről származik. Miért pont azt választotta a háziasszony, vagy a gazda pálinkának, lekvárnak, vagy befőttnek, vagy levesnek. Azt is tudjuk. Tudjuk a falu, tudjuk a régiót, a kultúrát. Kultúráról beszélünk. Amikor pálinkát kóstolunk, nem pálinkát iszunk, rendelünk, hanem pálinkát kóstolunk. És szépen lassan fölcsatlakozott már így módon a pálinka kezd, még azért nem tartunk ott, már a borkultúránkhoz, ami már egészen jól áll. Valamit jól csináltak ott, amit jól csinálnak a szőlészek, borászai. De most már jön hozzá a pálinka. És így módon, vagy a gyümölcsészet, de így módon egyre közelebb kerülünk az őshonos gasztrokultúrá. Minél több szakácskönyvet látok egy könyvesboltban, annál inkább tudom azt, hogy nagyon messze, egyre messze kerülünk a saját gasztronómiai kultúrától. Tehát mindez, amikor azt mondom, hogy 100 tündérkert már végigszaladtam a Kárpát-medencében, és meggyőződésem, és ha rajtam múlik, ez megy tovább, aközben pontosan tudom, hogy mindvégig, minden pillanatában, minden epizódjában a kultúránkról, a kultúrák megmaradásáról, a közösségünk megmaradásáról, a magyar kultúráról beszélek. Tessék kérdezni. Elnézést, azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket az alanyokat ott helyben a lakosok gyűjtögették össze, vagy beleoltották a vadalanyba, vagy kivették azt a kis ültetvényt, és ebbe az udvarba telepítették, vagy hogy kezdték végül el? Vagy nem vagyok kertész, nem értek annyira. Én sem. Hogy ezt hogy oldották meg, hogy az első fát oda telepítették, vagy összeszedték, mert én is szedtem össze egy ilyen régi fajta szilvafa ültetvényt, és telepítettem a kertbe. A régi kertből szedtem a régi vereszélve a fajtát, és ez a lényeg. Ez a lényeg. És akkor így csinálják. Ez a lényeg. Igen. Vadalajba olták be. Tehát a Gyula barátom azt tudom, hogy neki küldik Erdélyből, felvidékről, az ország minden tájáról. Télen küldik ugye az oltványokat, hogy rá van írva, hogy mi a neve. Azt, hogy neki elküldik, ő beoltja, és visszaküldi a növényt. A kis gyümölcsvel. Illetve minden március 25-e környékén, gyümölcsoltó boldogasszonynak környékén hívja magához a gyerekeket és tanítja őket oltani. Na most ugye a kérdésben bennem az is, hogy nagyon sok régióban már egyáltalán nincsenek őshonosfák. Már egyáltalán nincsenek. Pedig voltak, de már ott már nincsenek. Hogy ott mi a teendő? Ha jól barátom, az a gondolata, az ajánlata, hogy létre kellene hozni olyan kerteket, ahol azokban a régiókban, ahol nincsenek őshonosfák, hogy sok fajtát egybe kiültetni, és elkezdeni szelektálni. Hogy mi az, ami oda inkább való, mi az, ami kevésbé, és el kell kezdeni kísérletezni. Idő van.
Egy körte az el van 200 évig is. 100-150-200 évig el van. És körülbelül 100-150-200 éve, még 150 éve, 1000 éve a gyümölcs hagyaték mentésének szándékával nem foglalkozott ez a Magyarország, nem foglalkozott mi. És úgy látszik, hogy most jött el annak az ideje, hogy most már foglalkozni kell vele. Mint hogy hallottuk az előbb a hímzésre is, hogy most még vannak, akik vissza tudják tanítani. De mi van, amikor már nincs, aki vissza tanítsa. És most vagyunk a gyümölcsészetben ott, hogy erre még van lehetőség. El lehet kezdeni. El lehet kezdeni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerethető, zseniális és számomra legalábbis nagyon szívmeleg gondolat, és nagyon boldog vagyok attól, hogy egyáltalán ezzel találkoztam, és egyáltalán ezzel foglalkoztam. Én délőtt, nekem délőtt próbám volt a színházamban, most visszamegyek este nekem mi próbám, ez még 10-kor kezdődik egy munkám, és örülök, hogy itt lehetek most, hogy erről beszélhetek. Mert azt gondolom, hogy nekem ez lett a dolgom, az egyik dolgom. Ezt is elmondjam. Szeretném a művészúrtól megkérdezni, hogy ez a szép tündérkert, ez körbe van kerítve, ez átmenetszerű vagy szabad, mert ugye jön most a tél, és akkor szabad megközelítetik, esetleg tűzre valaminek elviszik. Azért a közbiztonság nem olyan, hogy segítsen, mert én autóval lépve föl, ahogy jöttünk az állomáson, szerettem volna megkérdezni, hogy ez hogyan működik, mert a talaj alapvetően meghatározza, azt hiszem, hogy sokan nem tudják, hogy én otthon foglalkozom gyümölcsfákkal, és amit eddig elültettem, egy sem maradt meg, hogy a piacon vásároltam. Úgyhogy rájöttem arra, hogy... Azok egy telefonszámot. Nem a földben. Biztos a földben van a baj. Biztos a két dologon, vagy én nem jól csinálom, vagy a talajunk nem jól. Vagy a gyümölcs. Valadány vagy gyümölcs. Vagy nem oda van. Nem tudtad, hogy egyébként kell alatt. Nem. Üzentek nekem, hogy Zsigánon, Attila barátom kertjében, Attila kertből, hát bizony eltűntek a gyümölcs. És azt mondtam neki, jó, akkor majd küldjük, mert kipótoljuk, persze kipótoljuk, eltűntek, hogy ezek kis fácskák, még ilyen vékonyak, tehát tűzifának igazából nem alkalmas, de nem akátsz. Hogy ha ellopták onnan, kilopták a Attila kertből a gyümölcsfát, hogy én csak azért imádkozom, hogy legalább vigye haza és otthon ültesse. Add már valami, akkor innen átültette oda, csak maradjon meg. Visszatérve a kérdés elejére, hogy nálunk be kell keríteni a gyümölcsfát, a tündérkertet, de nem azért, hogy ne lopják el, hanem a vadkár miatt. Hát a svéd asztal. Hát az a svéd asztal. A Gyula barátomnak úgy van 3000 féle gyümölcsfa Medes hegyen, hogy vásárol különböző parcellákat. Itt egy parcellát, ennek ott egy parcellát, meg ott egy parcellát, és ahogy ülteti ki a fákat, úgy kínálja föl svéd asztalként ugye a vadaknak. És most, hát nem különösebben szép, de végül is meg tudta győzni a barátait, az egész Medes hegyet, mindenkit meggyőzött arról, hogy az egész hegyet kerítsük meg őbe. És akkor mindenki hozott magával annyi akászlábot, annyi szerint az övé az pont ez ennyi, és akkor is befúrták, és egy nap alatt az egész hegyet körbe kerítették. De csak a vadkár. Nem azért, mert... Igen, köszönjük. Azt szeretném megkérdezni, miután mondta, hogy van 50, valahány gazdája már a fáknak. 83. 83. Hogy ennek van-e olyan hozadéka, hogy a családok utána többet beszélgetnek ott egymással, vagy valami egyetek kialakulnak, és nem otthon húzódnak össze, hanem úgy a csapatokban. Van ennek ilyen hozadéka is? Mi arról beszéltünk, hogy tegyük, hogy tündérkert, költői kert. Ez a szándék. Ez a szándék. Ugye azt mondta, hogy Viszánkik élete Viszánkról elszármazott gyermekgondnokság alatt vannak a gyümölcsfák. Emögött az a filozófia húzódik, hogy Viszánk, nem tudom, hogy a bucsú,
A búcsú az arról szól. A búcsú arról szól, hogy jöjjenek egy évben egyszer az elvándorlók, jöjjenek haza. És és akkor van egy indokkal több, hogy visszajöjjön, hogy megnézze, hogy a gyümölcsfáját a közösség hogyan, hát azért ilyenkor még ásni kell, öntözni kell, itt azért még gond, kis trágyát tenni már, ilyenkor már nem árt ezekkel foglalkozni. Hogy, és ez már önmagában közösségteremtő, közösség erősítő helyzet. És az erre utaltam rá, hogy idén egy úgynevezett visszaállki lokálpatrióták egyesülése már megszerveződött, akik vállalták azt, vagy vállalják azt, hogy a kemence kápolnát rendbe teszik. A kemence kápolna azért ilyen, ez megkérdezett tőlem egy plébános úr, hogy miért a kemencét kápolnának hívni. Hát mondom, mégsem lehet székesegyháznak hívni, azért az mégse járja. De ezt a nevet nem én adtam, az építész barátunk, de ennek a mögöttes gondolatja megint a költészet. Olyan teret kívánunk létrehozni, egy faépítmény, falzsindellyel, egy kemencével, ahol összejöhetnek az emberek. Csak úgy beszélnek. Szalonnát sütni, 4 napra, gondok avatásra, és sütni, főzni benne a saját gasztronómiai lehetőségeit. Tehát azt kell mondanom, hogy ebben a pillanatban nem tartunk még ott, hogy ez a gondolat így felálljon, de ez a szándék, közösség erősítő szándékkal, ültetünk gyümölcsfákat. Gyümölcsfa közössége és a humán közösség együtt. Azt szeretném megkérdezni, hogy a ön szavából azt vettem észre, hogy azt mondja, hogy nem kell permetezni, nem kell metszeni. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy itt vannak ilyen ellenségei a gyümölcsnek, de itt nekünk nagyon szép almafajták vannak, a párom nagyon szépen gondozza mindent, de ha nem permeteznél, lehet, hogy nem is ennél belőle. Hogy ezt hogy lehet akkor kivédni, mert nem örülünk neki, mikor a virágzáskor mindjárt, már mikor még akar hullni a virág elmán, akkor annyira szakszerűen akarja csinálni, és mégis van. Hogy máshol nincsen ilyen támadó. Tehát én azt jelentem. Pedig van hagyományos, régi, átültetett gerágyárunk az ahhoz ott fák. Úgyhogy honnan? Hát itt. Meg megszenni is kell, mert nekünk is van, mink is mindent be akartunk, mert kicsik kertünk van és az utcán is van. Hát ott sem mehet fel a villanyharóba. Hát azok vagy? Az az, hogy nem lelője az égére. Csak ez a kérkesedés. Megszenni kell. Kovács Gyula barát azt mondja, hogy nem kell messze. Tényleg lehet, hogy messze. Tiszteltek köszönöm, hogy viszont. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez az elmondott történet, ami nekem nagy tetszést adott az én számomra. Nem hiszem, hogy olyan talajba ütközne, ami nem fafokasztó, hiszen itt a környékünkön, sőt, Körösladányban 3 helyen is, vagy talán 4 helyen is hagyományi voltak a régiket, csak egyszerűen már az én időmben, én pedig nem vagyok egy ennyire nagykoros, 53, de az én gyerekkorban még megvoltak a kihi, csukáskert, libádikert, még talán több is, és akkor ott gazdálkodtak az emberek, de az valóban olyan volt, mint egy tündérkert. Gyerekkoromban vissza, abban a szőlő, alma, nyoszpolya, itt így hívják, hogy nem tudom arra, nyoszpolya, itt nyoszpolyának mondják, de itt mind megvolt, és akkor most sajnos ez már kipusztulóban van. Talán itt van az az előadásának hatására, hát hogyha sikerülne ezt fejleszteni, hiszen mindenkinek ez a sérzet lenne, meg egyáltalán csak az emlék. Meg azért, mert jó volt. Azért, mert jó. Végtelen. Még hús, még kormalma volt. Persze. Tehát én azt mondom, Én azt gondolom hogy erről, hogy szándékkal forduljon oda. Tehát akkor még én magam is megtapasztaltam, hogy akkor még a hagyatékunknak a színessége még azért tágabb volt, amikor én gyerek voltam. Ma pedig már nem ilyen élvezetes. Valahogy ez most már nem ott tartunk. Tehát most még van rá esély szerintem, hogy szándékkal csináljunk egy olyan, teremtsük egy olyan lehetőséget, hogy a gyerekeink, sőt az unokáink majd ott azokban már ugyanúgy szolgálhassanak,
egy olyan kertbe, amit mondjuk az önkormányzatnak biztosítom. De, de egyébként de ez, de ez nem önkormányzati feladat. A kert talán igen, de, a, de a, az a való foglalkozás az nem képviselői feladat, hanem magánkert. Tehát ez kell valaki, aki ennek motorja lesz, aki ezt csinál, kész kertbe van, és köré gyűl. Legalábbis a tapasztalásom az ez, hogy ez teljesen humán érdeklődés. Fogásul a barátomnak az a honlapja az, hogy tündérkert, de így tündér, tehát pontos művel, tündérkert. Azon ott van a nem túl, hogy mondjam, celebízi az jó honlapja, aztán fel van sorolva azt, hogy milyen gyümbös fák kapható éppen mostnában. De ott van az e-mail címe és ott van a telefonszáma, és tehát lehet tőle kérdezni, és lehet tőle akár gyümölcsfát rendelni, illetve tanácsot kérni tőle, hogy hogyan lehet ezt. Egyébként egyszer egy újságíró tőle megkérdezte, hogy hogyan van, hogyan van az egész tündérkert mozgalom, és elmondta, hogy hát ez úgy van, hogy a Ambrus Lajos ír róla, a Szarvas Jóska beszél, én megcsinálom. Ez egy teljesen jó munkamegosztás. Még azt szeretnénk kérdezni, hogy valóban nem viszik be a pénzt a tőkét? És a megtermelt értékekkel gyümölcsöket elviszik minden, vagy szétosztják, vagy hogyan működik-e? Pálinka lesz minden? Nem. De nagyon fontos kérdés, mert ezt is újra kell tanulnunk a fokon. A gyümölcse való bánás, a fáma való bánás, a kultúra el kell visszahozni. Tehát ami a pénzt illeti, de hogyha ön úgy dönt, hogy mondjuk sózókörtéből, vagy vöröskörtéből, vagy buzaélőkörtéből kiültette 100 körtefán, és abból ivólevet készít, az egy komoly dolog. De hogy azt mondja, hogy csak annyi gyümölcs kell, ami a saját családomnak kell, az a 6-7-8 féle gyümölcs, akkor az... A pálinka főzés helyben történik. Nálunk igen. Ez teljesen véletlenül, de nálunk igen. Nálunk nem igazán tejet, tej, ladányba is szeretik. Nagyon van pálinka főzbe. És ott viszont az a főzés díjat ki kell legyen. Hát ugye az a persze, ugye... hogy miből lesz pálinka, hát az ugye abból, amit a gazdaszkodasz, hogy nem bétlek vállak időzni, mert... Tehát ugye ennek is hogy vissza azokat az ízeket, azt a lekvárt, ami csak a ezekből lehet készíteni, mert a pálinka is. Még a pálinka az inkább a körték ezek. A valóság. Köszönöm, hogy a szívból jó. Van még valami? Örömmel válasz. Ha nem, akkor köszönöm a figyelmet. Sok szeretettel jelenlévők nevében, Dalen Finóba, nagyon nagy gyökérrel szedtem ki, és szeretnék, ha ön lenne a gondolatban. Előtt eszembe, hogy meghívtak engem a televízióba, van egy bizonyos műsor, a Ridicule. És a téma a kert volt. Na mondom, hogy meghívtak engem, nem mondom, oké, ez jó fórum lesz szerint arra, hogy gyümölcsfáról beszélgessünk. Van bent három hölgy, ugye, egy kérdező, a Gabika, három hölgy, és van egy férfi vendég, ez voltam én. És Gyulát megkérdeztem, hogy vigyünk már meg gyümölcsfát a stúdióban. És mondom, hogy hát hölgyek lesznek, azt mondja, akkor ha hölgyek, akkor almát.
És bevittünk négyféle almát, de hozzá kis, kis leírást is, és a hölgyek óriási sikere volt, megjelentem négy fával, óriási sikere volt a dolognak, és a négy hölgyel felolvastattam, hogy milyen gyümölcsfákat, és milyen a gasztronómiai vagy históriája, amiket a Gyula szépen leírt neki. És már én is emlékszem, ki kapta a leány csöcsű almát. Akkor is mondta, leány csöcsű, és akkor, elolvasta hangosan, hogy mi a gasztronómia. Lement a műsor valamikor, Kovács Gyula barátom egyszer hívott. Azt mondja, te Jóska, az a, azt szeretném kérdezni, hogy az a szatyros műsor, az lement már. Mondom, lement. Azt mondja, te nagyon jól dolgozhattál, mert azt mondja, nem merem fölvenni a telefon, mert a fél ország leánycsöcsű almát akar tőle. Ugye, köszönöm szépen. Ez is természet, ez is szépség, lehet, hogy nem terem annyi gyümölcsöt, de azért szép. Köszönöm. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm Szarvas Józsefnek az eladását.